Beleléptünk az AMV közepébe. Sziasztok! Hello! Jöttünk eredményt hirdetni, de mielőtt nagyon beleugrunk az eredmény hirdetésbe, van azért egy kis bejelenteni valónk is. Mert hát ugye örülünk... Na, doppergés, igen. Szóval ugye örülünk, hogy most is ennyien eljöttetek, és ugye most is teltházasok voltunk, és hát nagyon-nagyon sokszor hallottuk már tőletek, hogy kinőttük a helyet. És hát jó lenne elköltözni. Igen. És hát úgy tűnik, hogy tervezzük idén a költözést, és úgy tűnik, ez meg is fog valósulni. Úgyhogy egy két tervezett dátumot szeretnénk megosztani veletek. Kettő. Úgymond kettőt, igen, kettő tervezett helyszínnel, és nagyon-nagyon reméljük, hogy nem sokára ezeket alá is tudjuk írni, igen. És abszolút hivatalossá tudjuk tenni. Ez pedig az első, igen, és pontosabban ne felejtsük el, hogy ugye partnerünk a Budapest Comic Con, tehát ugye egyre szorosabban dolgozunk már velük együtt, így egyrészt találkozhattok velünk majd a május 18-19-én is ugye a Budapest Comic Conon, ahol több részleget mi fogunk majd vinni. És ugye az ő segítségükkel mondhatjuk azt, hogy megvalósul egyszer. Operációban. Igen, egy augusztus 25-e a Vasúttörténeti Parkban, ahol igazából nem tudom, hogy ki az, aki ismeri a helyszínt, rengeteg tematikus fotózást és nagyon-nagyon hangulatos dolgot lehet szervezni ezen a helyen, ugye főleg azért, mert... Még nagyobb hely. Még nagyobb hely, kiállított... Még több rendezvény, még több kiállítás, még több így, esemény. Így van. Ugye nagyon jó hátterekkel, fotós hátterekkel, tehát reméljük, hogy ezt nagyon jól ki lehet majd használni mindenféle dologgal. A második... A második pedig őszi időpont. Őszi Fantasy Expo. Ahol a Őszi Fantasy Expo két naposan kér vissza. Két napos. Ez pedig a Hung Expo lesz. Úgyhogy reméljük, hogy elkísértek minket a Hung Expo-ra is, és segítetek nekünk, hogy egyre jobban kinőhesse magát a rendezvény. Úgyhogy mi szeretnénk nagyobbat lépni. Úgyhogy örülünk, hogy nagyobbat álmodni. Így van, nagyobbat álmodni, és reméljük, hogy akkor idén sikerül ebben a két lépcsős ugrásban megugrani azt, hogy... De ugye, ez nem jöhetne létre, ha nélkületek. Ti nem lennétek. Így van, úgyhogy köszönjük, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És hát, akkor ezek után folytatjuk is az eredményhirdetéssel. Eredményhirdetés, elsőnek a rajzverseny. Kérjük Miaut, aki ugye megszervezte nekünk ezt a szép rajzversenyt. Miau! Sziasztok! Pár szót szeretnénk mondani a rajzversenyről. Nagyon-nagyon sokan küldtetek be most rajzokat. Ezt pontosan így terveztem. Köszönöm. Szóval nagyon sokan küldtetek be, és nagyon-nagyon nagy lett így a verseny az élmezőnyben. Tehát nagyon sokat gondolkoztunk a zsűrivel azon, hogy ki legyen benne a top 3-ban. Szóval igazán kitettetek magatokért, és köszönjük szépen, és hogyha lesz ugye az augusztusi rendezvény, akkor is lesz rajzverseny, és akkor is várunk mindenkit szeretettel. És akkor szeretném először bejelenteni a harmadik helyezettet, aki sajnos nem tudott eljönni, de kivetítjük a rajzát. Ő Nekonome. Azt elfelejtettem mondani, hogy Valentin nap és sárkány volt a téma idén. Vagyis most. Köszönjük szépen. A második helyezettünk Unusual Muffin. Ő, ha minden igaz, akkor itt van, és szeretném felhívni a színpadra, hogy át tudjam neki adni az oklevelét. Illetve a zsűri által van egy kis összeállított ajándékcsomag. Köszönjük szépen! És az első helyezettünk, az pedig Luana Cosplay, és sajnos ő se tudott eljönni, de csodáljátok meg a rajzát őnek is. Köszönöm szépen, meg köszönöm szépen az ő nevükben is, és... tovább izgalmas eredményhirdetés nektek. Mi is köszönjük, hogy megint ismét megrendezted nekünk ezt a... Folytatjuk a K-pop cover dance versenyt. Hát őszinte leszek, iszonyatosan sok jó produkciót láthattunk, és én nagyon-nagyon élveztem, hogy
ez megtörténhetett ez az egész, és számomra egy hatalmas nagy élmény volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az összes csapatnak, aki itt volt, és tényleg nagyon ügyesek voltatok. Én itt álltam végig, és le a kalappal. Úgyhogy akkor kezdenék a harmadik helyezettel, akik nem mások lettek, mint a Bloodline. Még a nyereményről annyit csak, hogy elmondjam, kicsit ugyan ki volt írva. Egy kis LED lámpát nyertek, és egyéb klassz K-popos és más témában is kiegészítőket. Gratulálunk! Gyertek, képecske! A második helyezett pedig már több dolgot is nyert. Ők nyertek egy színes fényű, szintén színes fényű ringlightot, emellett pedig szintén K-popos kis kiegészítőket és egyéb jóságokat. A második helyezett pedig a Nonstop. És hát akkor jöjjön első helyezettünk, aki egy profi videós LED lámpát nyert, ami nagyon sokat dobhat majd a videóikon, illetve szintén K-popos kiegészítőket és egyéb jó dolgokat, és nem mellesleg Comic-Con bérletet is kapnak, amihez majd kérnénk az első helyezettet, hogy írja meg nekünk a neveteket, e-maileteket és egyéb infotokat. Az első helyezettünk pedig a Celeste. Álljatok be képre. Úgyhogy még egyszer gratulálok én is mindenkinek, és tényleg nagyon ügyesek voltatok, jöjjetek majd máskor is. És hát akkor következik a cosplay versenyünk eredményhirdetése, amely szeretném a színpadra szólítani újra a zsűrinket. Zakari azt hiszem most nincs, de itt van nekünk Larissa, Tensi és Kumari. Ők fogják átadni a mai cosplayes ajándékainkat. Ami nem kevés. Így van, nem kevés, ugyanis most ugye három kategóriánk is volt, és akkor emellett ugye még a közönségdíjaink is vannak. Igen. És ugye szeretnénk elmondani, hogy ugye itt is a partnerünk a Budapest Comic Con, ezért a nyertesek, az első helyezettek, azok Comic Con bérletet kapnak. Az első helyezettek Comic Con bérletet fognak kapni. Jó. Kezdjük a junior kategóriánkkal, ahol a harmadik helyezettel fogjuk kezdeni, aki nem más lett, mint Albert Zsombor, a rettentő sárkány, és a kistestvérét is felhívjuk mellé, hogy a 4 éves kistestvérét, hogy ilyen bátor volt. Zsombor. Ó, bocsánat, akkor mondom újra, jó? A harmadik helyezettünk Albert Zsombor lett a rettentő sárkány. És a kis testvére pedig 4 évesen nagyon bátor volt, és feljött a színpadra hozzá. Átadja nektek az a nagy rettentő bácsi, a rettentő sárkánynak a nagy rettentő bácsi. Odafordultak a... Nézd csak, ott csinálnak egy fotót rólatok. It's okay.
Nagyon nagy tapsot kérek szépen nekik, nagyon ügyesek voltak. A második helyezettünk a junior kategóriában nem más, mint... Őri Mira. Ja, Asokának költözött. Jön már, visszaöltözött. Cicába. És csak te pedig itt kapod a sarkon, nézd, ott. Ott, azaz. Nagyon ügyes voltál, úgyhogy gratulálunk az ajándékodhoz. Nagy tapsot kérek szépen neki is. És hát van a junior kategória első helyezettünk, aki nem más, mint Faragó Eszter Anna Angemon. Gratulálunk. Nagyon ügyes voltál te is. Nagy tapsot kérünk szépen az első helyezettünknek. És hát folytatjuk a craftmanship-tel. Ugye itt a kosztumkészítésről van szó, úgyhogy itt minél jobban azt nem tudod, hogy a versenyzők saját kézzel készítették a cosplayt, nem tudok már estére beszélni. Hányféle technikát találhatnál? Így van, milyen technikákkal készült, mennyire követték a referenciaképet. És a harmadik helyezettünk, Zomi Tündi Hibana cosplay. A diablós páncéljával. Megtaláltam. Gratulálunk a harmadik helyezettünknek. Nagy-nagy tapsot kérek szépen neki még egyszer. És akkor a második helyezettünk, arra lesz, ott látom őket. Második helyezettünk. Segítek. Várjatok. Elvesztünk a... Itt van. Ő lesz. Jó. Megtaláltuk. A második helyezettünk nem más, mint Hunyadi Ivett, Aglaé cosplay. Jó már. És még cosplayben van, úgyhogy meg is csodálhatjátok még egyszer a cosplayt. Nagy-nagy tapsot kérünk szépen neki. És az első helyezettünk egyben a közönség kedvence is lett. Úgyhogy nem csak a zsűri, hanem ti is őt hoztátok ki első helyre, aki nem más, mint Bicsérdi Laura Sidoni. Meg még ezt is. Gratulálunk. Nagy tapsot kérünk szépen az első helyzetnek. Egy Comic-Con bérletet is nyert. Ja igen, és egy Comic-Con bérletet is nyert. Majd az e-mail címedet majd a Tamarának. Jó. És a Craftmanship-ban még mindig van egy díjunk, aki nem más, mint a legjobb kezdő cosplayesünk, mert ugye külön értékeljük azokat a cosplayeseket, akik ugye... viszonylag újabbak még, igen, újabbak még ebben a közegben, illetve a versenyzésben. És a legjobb kezdő cosplayesünk Kis Eszter lett. Az a vaníliás csiga. És ő is még cosplayben van. Gratulálunk. Következnek az előadásaink, azaz a performance kategória. Itt ugye nem első három helyezettünk van, hanem itt igazándiból ugye... Kategóriákra volt a legjobb. És ugye úgymond az első helyezett az a legjobb előadást jelenti, igen. De amúgy meg különböző kategóriáink vannak, amiből az első a... Ezt mindig rosszul mondom ki ezt a szót, mindig összeakad a nyelvem. A legjobb koreográfia lesz, aminek a nyertese nem más, mint Rózsa Pörike.
karakter, legjobb karakterhűség következik. Legjobb karakterhűség, karakteralakítás, tehát itt minden, ami a karakterről, magáról szól, hogy valaki hogy tudta visszaadni a karaktert és annak a személyiségét. És a legjobb karakteralakítás pedig Infi Titan nyerte. Régen örült valaki ennyire díjnak. Na, amúgy ilyenekért érdemes. Mindenkit ilyen örömmel szeretnénk várni a színpadra. Következő kollam, mindenki már csak így jöhet fel, jó? Tehát minden versenyző, minden nyertes jobb, ha megerőlteti magát, így kell feljönni. Megyünk következő helyszínre, tehát a versenyzőknek is upgrade-elniük kell magukat egy következő szintre. Na de várjál, hiszen van egy legjobb előadásuk, tehát a következő nyertes rögtön gyakorolhat is. Igen. Úgyhogy a következő versenyzőt kb. Így szeretném felkérni a színpadra. Hasonló módban. Hasonló stílusban, ami a legjobb előadás. És a közönség kedvenc. Igen, megint a legjobb előadás, egyben a közönség kedvenc lett. Ez pedig nem más, mint Eskesi, I am just Gwen. Na, gyerünk! Nem bírtuk elkapni a helyzet a junioros még, úgyhogy mondjátok be, légy szíves, hogy a junioros az jelentkezzen még itt. Még egy kicsit gyakorolni kell, hogy úgy jönnek föl, mint Infi, de már valami jó volt. Egy gyors bejelentés, a Faragó Eszter Annát szeretnénk itt a backstage-ben várni, mert az e-mail címét tőle is el kéne, hogy kérjük. A junior kategóriás nyert. A Comic-Con bérlet miatt, így van. Tehát nem adott begyűjtés, hanem a belépő miatt szeretnénk, a nyeremény miatt szükségünk van az e-mail címére. Jó, szeretném egyébként a zsűrinknek, tehát nem csak a cosplayeseinknek, hanem a zsűrinknek is egy nagy-nagy tapsot kérni újra. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. És végigcsináltátok ezt velünk. És remélem, minket ért a megtiszteltetés, hogy elfogadták a felkérésünket. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!